Tehát együnk nyers mandulát, és együnk pirított mandulát is, és együnk nyers magyarót, és pirított magyarót is, és magyarót hajával, és magyarót haja nélkül. És ehetünk, de ehetünk magyarót hajával is, mert magyaró hajával is lehet olyan fontos tápanyag, mondjuk a búza magnak a hajába. Tehát ez a lényeg, és azért kell a pirítottat is enni, meg a nem pirítottat is enni, mert nagyon sokféle hatóanyag van mindegyik magban, meg akármiben, és bizonyos hatóanyagok átalakítva hatásosak, tehát mondjuk pirítás után, és bizonyos hatóanyagok pedig nyersen kell elfogyasztani, mert úgy hatásosak, és ezért kell mondjuk répát és zöldséget is lehetőleg enni nyersen is, és főve is mondjuk, vagy különbözőféle elkészítési módokban, hogy valamit mindenképpen használjon, vagy pedig minél több használjon belőle. Tehát nagyon fontos, hogy nem csak egyfélét eszünk, hanem mindegyik fajtából, ami csak lehetséges, mint emberi étel fogyasztása is, nem nagyon van mellékhatása, azt mindegyiket kell fogyasztani, tehát ilyen olyan formában, felmelegített formában, főzött formában, és így tovább, és így tovább. Tehát az mondjuk az olajat is esetleg kell mondjuk sült olaj formájában is fogyasztani, mondjuk kevesebbet, és nyers olaj formájában is mondjuk, mert akkor is átalakulnak bizonyos vegyületek, képződnek a sütéskor, amelyekre esetleg szükség lehet. És minden étellel így van.